Nagypéntek Jézus Krisztus kereszthalálának emléknapja, melyet Munkácsi Mihály is megörökített festményén. A megváltó az ellene hozott ítélet elfogadásával, szenvedésével és élete feloldozásával vállalta, hogy reményt adjon az örök életre. Krisztus nagyon tudatosan vette ezt magára, hogy azért, hogy nekünk jobb legyen, azért, hogy a mi bűneinket meg tudja váltani, azért, hogy mi emberek aztán, akik ettől az egészen biztos dologtól, a bűneinktől szenvedünk mindannyian, de hogy erre legyen nekünk megoldásunk, legyen egy isteni üzenetünk mégis, hogy nem kell megmaradni a bűneinkben, hanem azokat le lehet tenni az Isten elé. Ennek óriási komolysága van mindannyiunk számára. Akkor ünnepeljük jól, akkor vagyunk jól jelen a nagypénteki litúrián, vagy akkor éljük meg jól ezt az egészen, hogyha ebbe igazán beleéljük magunkat, hogy ő, aki ártatlan volt, aki csak jót tett az emberekkel, ő mégis hagyta, hogy egy gonosztevőként a legdurvább kínzási módszerrel vegyék el az életét. A görögkatolikusok nagypéntek estéjén sírbatételi vecsernyével emlékeznek meg az Isten fiának kereszthaláláról. A szertartáson megéneklik Jézus Krisztus elárulásának történetét, és azt, hogyan jutott el keresztre feszítéséig. Ezt követően pedig jelképesen Jézus síri lepelénél imádkoznak a hívők. A szertartásnak a legszebb, talán a legmeghatóbb, vagy legmegfogóbb része az, amikor a szertartás végén a plascsenyicával, az úgynevezett síri lepellel egy körmenetet teszünk a templom körül, vagy amikor visszaérünk a templom bejáratához, akkor felemeljük ezt a síri leplet, és alatta mennek be a hívek a templomba. Megalázkodva, meghajolva Krisztusnak a holtteste alatt gyakorlatilag, amit a plassenyica jelképez, így megyünk vissza a templomba, és utána utolsóként bevisszük a síri leplet, és elhelyezzük a sírban, a szent sírban, amielőtt aztán egész éjszakás virasztás következik az egyházközségeink nagy részében, ahová a családok eljönnek, amit szeretünk egyébként mondani, hogy amúgy egy férfias feladat őrizni a sírt, ott lenni a sír mellett, odavinni a családunkat, odavinni a gondjainkat, bajainkat, kéréseinket Krisztus sírjához. A katolikus egyházakban nagy szombaton ünneplik a fény vigíliáját, majd vasárnap, mint a többi keresztény egyházban, Jézus feltámadását.